Immáron ötödik alkalommal hirdették meg a Látta de már a zenét elnevezésű rajzversenyt a Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében. Csongrád Csanád, Bács-Kiskun, Békés, Jász-Nagykun szónok és Veszprém vármegyék részvételével általános és középiskolás tanulók számára. Szemedgyönyörködtető alkotások születtek a korosztályoknak megfelelő művek hallgatása során. Szentpéteri Csilla, Csongrád megyei primadíjas, makói születésű zongoraművész, zeneszerző elmondta, évről évre egyre színvonalasabb rajzokat és festményeket kapnak, melyeken keresztül a gyerekek személyiségét is megismerhetik. A pandémia után az volt az érzésem, hogy ez a 2020 az nagyon megrázó volt a diákság számára. Még a 2021-ben is éreztem, hogy megfordultak halálmotívumok, megfordultak nagyon-nagyon depressziós, mély időszakban lévő diákok, és hát idén azt éreztem, hogy ez az egész, ahogy megyünk Szegedre, ott vannak ugye nagy szegfű mezők, nem tudom, rózsamező, hát kutyafüle ahhoz képest, ami itt színvilág van. Tehát itt valami elképesztő, hogy tudnak olyan narancssárgát, vagy hogy tudnak olyan Picasso-i kékeket rajzolni. És valahol azért nekem ez egy hatalmas, hogy is mondjam, talán az, hogy egy hatalmas löket ahhoz, hogy én folytassam a zenei írás, hogy vigyem őket különböző szférákba, akár az Atlantiszon keresztül, a titokzatos óceán mélyre, vagy a felhők fölé, vagy a mesevilágba, vagy az esőerdők mélyére, vagy éppen Indiába. A művek láttán egy zenei improvizációt játszott el Hegedűs Márton illusztrátor, animációs rendező, aki első alkalommal kapott helyet a művészekből álló zsűriben. Az alkotó kifejtette, a tehetség mindenkiben ott van, a kérdés csak annyi, hogy azt mi tudja előcsalogatni. Stábunknak elárulta, hogy milyen szempontok alapján vette szemügyre a rajzokat. Ugye van egy színharmónia, az rögtön kiderül, hogy milyen színvilágba alkot az illető. Egy nem harmonikus színű festmény is lehet nagyon jó, de ami harmonikus, az azt én mondjuk szeretem, vagy közel áll hozzám, és szerintem a gyerekek világához is közel áll. Tehát ez látszik, hogyha valaki mondjuk harmonikus színeket használ, egy kiegyensúlyozottabb személyiség, lélek, és a fantázia, tehát a téma megközelítések, hogy én szeretem azt, amikor valaki elrugaszkodik, tehát hogy kvázi mint egy improvizáció használja ő is az alapanyagot, a zenét, és tovább megy ezen az ösvényen. A zsűrizésben segítséget nyújtottak még Szentpéteri Csillának, Aranyi Sándor és Madzag István festőművészek, valamint Oszter Alexandra képzőművész színésznő is. Utóbbi Oszter Sándor Kossuth és Jászai Mari díjas színész és Donatella Felluni zongoraművész lánya, akinek mindennapjait a családja révén gyerekkora óta átjárja a művészet. Mint megtudtuk, ő maga is gyakran alkotott zenére, ezért is tartja örvendetesnek azt a munkát, amely Makón folyik. Talán a képzelet még gyorsabban beindul, hogyha az ember hall például egy zenét, és nem kell tudnia sem, hogy annak mi a címe. Talán, tehát mindenképpen jó. Az is jó, hogyha olyan feladatot kap az ember, hogy csak hallja a zenét, és akkor arra fest valamit. De az is jó, hogyha megadják a témát, mert az is nagyon széles, hogy például, hogy egy egyszerű dolgot említsek, hogy csináljunk egy egyszerű tesztet. Mondjuk én azt mondom, hogy gondoljunk egy székre. Na most ahányan vagyunk, mindenkinek megjelenik egy szék. Na de az egyiknek műanyag szék, a másiknak egy fából készült szék, a harmadiknak mondjuk egy tonett szék. Tehát annyiféle szék létezik, szék, de mennyiféleképpen képzeljük el is. Ez megjelenik a képeken, és ez gyönyörű, hát ez a lényege. A képzőművész sem érkezett üres kézzel. Szentpéteri Csilla Azur kék és láva című szerzeményét fonta össze és festette meg vászonra, amit az eseményen leplezett le. Az alap- és középfokú művészeti iskolákból, valamint a normál általános és középiskolákból érkező pályamunkákat külön kategóriákban értékelik. A dobogós helyezetteket, valamint a külön és közönség díjasokat értékes ajándékcsomagokkal jutalmazzák. Az ünnepélyes díjkiosztóra április 29-én
idén szombaton kerül sor a Glorious Vigadóban, ahol Szentpéteri Csilla élőben is eljátsza majd néhány szerzeményét.